Az őrlőkő, ez solymáról való, a fannyeli pattintott pat, kőpengével ellátott sarló a jobb alsó sarokban, viszont száz halombattai lelet. De tudjuk, hogy solymáron is kerültek elő ilyen szép, szá, igen szép számban. Ez az élelem termesztés, betakarítás és ételkészítési ismereteinkbe enged, enged bepillantást hihetetlen mennyiségű sarló, és, és, hát az őrlő, őrlőkő is minden egyes háztartáshoz, akár több is tartozhatott. És természetesen a, a, a két kép a, a, a baloldalt lent a tönke, tönke búza táblánkból egy pici részlet, megpróbáltunk az őskori nem természetesen az előkerült, de azt annak egy al modern világig megtalálható alfaját, tönke gabonát vetni és aratni a Szászalombattai régészeti parkba, illetve a jobb felső képen pedig különböző egyéb fűszer, fűszer növényeket mutatunk be a látogatók számára, amelyeket, amelyeket szerencsés módon a szászalombattai ásatáson elég szép számmal találhatunk. Ezekből itt egy példány, a bal felső, bal felső, sarokban alma, bronzkori alma maradványokat, én azt hiszem a kis magok és magházak egészen jól látszanak, mellette borsó, egy kis kupac borsó, de volt olyan házunk, ahol leégett, nem tudták kimenekíteni legalább két-három kiló borsót egy, egy nagyon szépen megfogyt szakajtóba, klasszikus magyarországi néprajzi szakajtóban találtuk meg. Természetesen sajnos el, elporlad, de, 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 de csodálatos volt látni, hogy a ház sarkában, a, bocsánat a szoba sarkában, szakajtóban ott volt a 3-4 kiló e, e, borsó. Ugyanígy találtunk somot, kelesztett darabot, e, gabonát már felsoroltam e, rengeteg mennyiségben, sőt, a, a bal alsó e, képen két kerek, két kerek átmérőjük is mélyedést is láthatnak, ez egy kb. 60-70 cm átmérőjű kör, illetve mellette van egy kisebb, 50 cm átmérőjű. Sajnos itt már nem igazán, nem igazán látszik, talán az kivehető, hogy ez egy leégett háznak a sarka, itt megy a, az északi fala, és itt megy a nyugati fala a házunknak, és a fal mentén két hatalmas, E, hát ez nem is szakajtó, hanem fonott kosár volt, mind a kettő tele gabonával. E, itt látszik ilyen, ilyen, ilyen gabonaszemekkel, ilyen gyönyörűen e, hántolt gabonaszemekkel. Itt látszik az egyikből, ez egy 50 kilós ittes zsák, amit itt, itt, itt lehet látni. Ez, amennyit látnak, amíg tele van, ez mind tiszta gabonaszem. Ebből a két kosárból, illetve főleg ebből az előző, elsőből, már megint elvesztettem a mauszt elnézést. Na mindegy. Szóval az első nagyobbikból ból gyűjtöttük. Való, tulajdonképpen látszik, amint, amint említettem, hogy hogyan, hogyan tárolják. Nagyon érdekes, hogy ez a háznak a tároló helyisége, és itt a, a, a gabona tároló nagy fonott kosarak mellett, a propiciágakból fonták, mellette, illetve előtte a nagyon szép, asztali kerámiát tartották, tehát ez mondjuk így a tároló helyisége volt a, a, a háznak, és a nem mindennapi edényeket szintén ott az élelemmel együtt egy helyen találták. Említettem a, a somót, áfonyát, makkot, tehát különböző gyűjtött, nem csak termesztett, hanem gyűjtött növénymaradványokat is ismerünk, tehát a körülöttük élő környezetet, én azt hiszem, ez teljesen természetes, magától érthetődő, józan paraszt használták, kihasználták, felhasználták, de a régi számára mindig nagy öröm, amikor ezt valóban meg is találja, és a kezében foghat mondjuk egy bronzkori makkot vagy somot következő képen már említettem a, főzéshez és ételkészítéshez a három tűzhely, tűzhely típust ismerhettünk meg. Én remélem, hogy sikerült önöket meggyőznöm arról, hogy Valkó is valami hasonló, hasonló dolgokat találhatott, tehát itt Solymáron is ugyanilyen, ugyanilyen típusok lehetnek. Itt a régészeti parkban kísérletgyanánt a Jobban sokképpen a kolléganőnk egy lepényt kereszteztetlen lepénysüt éppen frissen, kostolásgyanánt, illetve a bal felső képen pedig az előkerült rostélyos tűzhelybe tettünk be egy fazekat, egy átlag vatyai fazéknak a rekonstrukcióját, természetesen nem az eredetit, és 50 perc alatt apró ágakkal alul tápláltuk a tüzet, egy nagyon kellemes leves tudtunk, tudtunk elkészíteni. Egy tárgytípus itt a sarokban látható, amire solymáron nem találtunk eddig még, vagy lehet, hogy csak át kell nézni a töredékeket, nem találtunk adatot. A három fő tűzhely típus mellett minden településen ha valaki látja az egeret, szóljon. Nincsen, mindegy, bocsánat. Mindegy, a bal sarokban az úgynevezett hordozható tűzhely teljesen egyértelműen, amikor kivonultak, tehát a telepeken találhatjuk, melyeket valószínűleg nem a telepeken használtak, hanem amikor kivonultak a telepről hosszabb mezőgazdasági vagy akár vadász munkálatokra, akkor vitték magukkal hordozható tűzhelyet, és frissen készítették el az, ebéd, az ebédet vagy az étket, Eléggé hasonlóan én azt hiszem a, 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 a magyar a, a juhászokhoz vagy gulyásokhoz. Ö, igen. Hát az agancs, látják a sojmári agancsot, illetve agyakkapát mutatom. A 2012-es ásatásunkon is, és Valko és endrödi Anna beszámolójából is nagyon sok agancs, félkész és, és kész agancs terméket lehet találni solymáron. Nem csak solymáron, mindenhol az agancs, egy alapvető alap, alap eszköze, illetve alapanyaga volt a, a bronzkori embernek, és amint látják, az ablát valóban a bronzkorban jutunk el oda Magyarországon, hogy a lovat eleinte, még itt a koszider korszakban, tehát a vatyai kultúra utolsó szakaszában még inkább rangjelző szerepe lehetett, de aztán később egyre inkább átveszi a, 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 a kereskedelemben, a kereskedelemben is a, is a, a, a a, szerepe, a szerepét aló. Ez az edény szintén a Solymári 2012-es nagyszerű ház omladékunkból került elő, rekonstruálva látják mennyire, mennyire gyönyörű, ugye itt azért az említett faltapacok is nagyon jól látszanak in situ, illetve szeretném ezt, a pici edényt edényre felhívni a figyelmet. Ez, illetve több korsó és edényt a kiáltásban is látszik, gyönyörűen mutatja a Sojmári Várnak a kiterjedt kapcsolatrendszerét, Magyar, nem csak Magyarország, hanem Kárpát-medence szerte, ezt az edényt a Dunántúlon, az úgynevezett Dunántúli mézbetétes edények kultúrájának a népe gyártotta, ide került Sojmára teljesen egyértelműen kereskedelmi kapcsolatok, vagy akár személyes kapcsolatok útján. De ugyanez elmondható Magyarádi, magyarádi, bocsánat, a magyarádi kultúra az a mai Szlovákia nyugati területén ugyanabban a korszakban, mint a mint a soymári Földvár élő népesség neve, nekik is különös, illetve sajátos, saját identitásokat meghatározó kerámia leletanyaguk van található Solymáron. Ugyanígy elmondható Magyarország északkeleti részén mondhatom így őshonos, úgynevezett füzesabonyi kultúra edényeit is, sőt később, most mondom, ha akkor esetleg nem jut eszembe, a kincsnek, a leletnek a korsója is nagyon erős füzesabonyi hatást mutat. Tehát, ha így megnézzük, nyugatra, északra, keletre, szinte a szélrózsa minden irányába jelentős kapcsolatrendszere volt a solymári földváron érőknek, nem fogom elfelejteni, hiszen végül itt van, itt van az, a, a, depó végül, de semmiképp nem utolsó sorban. Nem lehet solymáron ugye a depó lelet nélkül beszélni, amelyet néha kincs lehetnek is, is nevezünk. Eddig is megpróbáltam érzékeltetni, hogy ekkora, a középső bronzkornak ezen időszakára már több mesterségbeli specialisták jelenlétével lehet számolni, és egy, -egy ilyen lehet számolni egy-egy ilyen bronzkori közösségben. Ezért én ezt a leletet nem kincsnek nevezném, hanem egy mesterember szerszámkészletének, talán az ünnepi edénykészletével együtt. Annyit tudni kell, ugye, hogy egy gödörből került elő, került elő a négy, a tálból kerültek elő a, a négy edény, és a, és a három bronzlelet is. Abban a pillanatban, amikor egy régész gödörből talál főleg abban a korban, ma, ma, már, ma már nem egészen így, e, így gondolkozunk, e, e, talál egy, egy koncentrált, ép lelet, lelet együttest, rögtön kincsre gondol. Gödör, elrejtés, ez, e, ez szinte egyértelműen kincs. Bárki, aki valaha is Magyarországon középső bronzkorral és azon belül is, vagy a kultúrával foglalkozik, mondom is, ezt itt a Sojmári telep is igazolta, a gödör, az nem kincsrejtés, a vatyakultúra, ő az egyetlen ilyen jellegű, középső bronzkori népességünk, akik a gödröt rendszeresen a házaiknak részeként használják, mint tároló vagy raktározó, raktározó területet, illetve mondjuk így egy külön kis helységet, szekrény. Ez volt a titkos szekrény. Nincs olyan ház, ahol egy vagy két gödröt ne találnánk a külön tároló kamra mellett úgy szintén. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a ez a raktár lelet ez tulajdonképpen akár akár még egy tetováló művésznek az ember készletei is lehetett vagy pedig a csont, modern kutatások kimutatták, hogy a csonteszközökön látható nagyon szép karcolásokat, díszítéseket, motivumokat, főleg az agancsnál, bronz szerszámokkal, tehát lenagyolták az eszközöket köpengékkel, kővel, csont és agancs eszközökről beszélek, de utána az utolsó díszítést és az utolsó megmunkálást mindig bronzeszközökkel készítették, tehát itt a pici, apró poncoló véső, tű, illetve a nagyobb véső is elképzelhető, hogy egy csont vagy agancs műves szerszáma, ami a szerszáma, ami ugye azért értékes volt számára a napi szinten, és a szép családi szervizzel együtt használták, illetve, illetve, tárolták. Ugyanakkor megemlítettem a tetováló művességet, vagy művészt sem lehet ki kizárni ebből a korból, vannak adataink, hogy ebben a korszakban nem pont a vagy a kultúrában, de általában kulturálisan számolhatunk, vagy feltételezhetünk inkább mondjuk így tetoválással, <coughs> és hogyha ez egy tetováló művésznek a készlete volt, akkor én azt mondom, hogy lehet, hogy a bögrék és a tál az az alkoholfogyasztása, a sikeres vagy esetleg fájdalom csillapítása mellett hangzott. Természetesen ez csak, csak egy tréfa tréfa szintén, de akár ezen is el lehet, el lehet gondolkozni. És akkor engedjék meg, hogy mielőtt összegezném a várhegyről eddig eddig ismertetett e, 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 tudást, vagy ismeretet, hagyozszam meg önökkel egy saját vélemény elképzelését. És akkor itt jön az, amit én mondtam, hogy Hát ez így nem, nem igaz. Itt azt szerettem volna, ha ezek a szövős szövőszéknehezékek nehezékek. Valóban tűzikutyák lettek volna. És akkor miután önök itt nem láttak még tűzikutyát, akkor elmondom, hogy egy tűzikutya az körülbelül 3 és 5 kg e, vastag illetve e, súly e, mellett 25-30 centi magasak, és, és ugyanilyen gula alakú, átford gula alakú, nagyméretű, nagyméretű durva, paticsból készült, kiégett nehezékek, súlyok amelyek miért van bennük, ugye, hát a szövőszék nehezékeknél már tudjuk, hogy miért van bennük luk, de nagyon érdekes, hogy a tűzikutyák, mondom, ugyanúgy néznek ki, csak jóval nagyobbak és robosztusabbak, mint a szövőszék nehezékek, azok is át vannak forva. És az én személyes elképzelésem az itt a házon, a ház tetején, tetőn látható rekonstrukcióba gondolom én, hogy a mindig minden alkalommal viszonylag sok úgymond, nehezéket találunk, leégett házak, házak mindig a házomladékban találhatók. Tehát amikor egy ház kigyullad és beomlik, akkor a paticsal, az omladékkal, a tetővel együtt kiég, és befelé beomlik a, a ház belsejébe. Én azért nem gondolom, hogy ezek tűzikutyák. Amúgy a régészeti szakirodalom tűzikutyáknak tartja mai napig is. Mi az a tűzikutya? A tűzikutya tulajdonképpen, is azért van benne luk, tehát az is meg van magyarázva, a nyílt színi tűzhelyeken, tűzhelyek platókon, esetleg edények megtámasztására képzelték el a kollégák, vagy a régészek, néprajzosok, hogy arra használják, illetve későbbi korszakokból ismerjük az ilyen nyás és úgy gondolták a, a, kutatók, hogy hát a bronzkorbanból nem ismerünk nyás akkor lehet, hogy ezek a gula alakú valamik lehettek félig meddig, ha nem is nyástartók de edények megtámasztása sára nagyon alkalmasak nyílt színi tüzön. Én ezt azért tartom Tulajdonképpen a mai ismerteink szerint elfogadhatónak, hogyha egy háztartásban, a középső bronzkorban, egy vatyai házban hozzátartozott egy olyan rostélyos tűzhely, amin edényeket gyönyörűen rá tudok tenni, megfelelő lukkal, különböző méretű edényeket, és pörkölt állagú, illetve ilyen ragú jellegű ételeket bármikor el tudok készíteni. Illetve ugyanabban a házban van külön husok, egyben sütéséhez, vagy, vagy kenyerek és sütemények elkészítésére gyönyörű, szép nagy, nagy kemencé, amiben, amiben behelyezve csodálatos ételeket, sült ételeket tudok előkészíteni. Eh, illetve ott vannak a nyílt színi eh, tűzhelyeink, amelyek, eh, amelyek egyszerű, kisebb eh, belső tüzek, akár melegen tartásra, eh, vagy apró leletek alapján mi tudjuk, hogy a, a sült húsokat ott sütögették a nagy eh, nyílt tehát a hús darabokat, eh, nagy eh, nyílt eh, enyhe kis peremes, eh, peremes tűzhelyeken. Magyarul a tűzikutyának nem igazán van, hogy úgy mondjam, értelme ebből a szempontból. Nekik nem volt szükségük a főzésüket elősegítő, ennél sokkal kifinomultabbak voltak a technikáik. Ezért kezdtem ennél elgondolkozni, és ugye a lukaz az azért van benne, hogy ki tudja húzni, ha netántán forró és tüzes. Tehát ez, ez volt az elképzelés. Én úgy gondolom, hogy az én e, e, rekonstrukció mind a leletanyag előkerülését, mind pedig a lukakat és a méreteiket e, kicsit jobban megmagyarázza, e, mint a, a régi tűzikutya. És elnézést, hogy ennyit beszéltem róla, de, de én azt hittem, hogy itt ezek nagyon e, több számban fordulnak elő, mint ahogy. Összegezve, a, a, a várdomban élő közösség, a vagy a társadalom és a kultúra úgynevezett kosztideri fázisának egy tipikus, a felsőbb rétegekbe tartozó, valószínűleg területi autonómiával rendelkező, jómódú közössége volt. Talán egy olyan erős és szertágazó kapcsolatrendszerrel rendelkező vezetővel, <kül> elnézést, aki megengedhette magának, hogy a középső bronzkor végére hazánkban is ismerté vált harci szekere legyen, amely a bal képen látható, és azzal, mint hogy a képen látható, kihajtathasson a várból. A Solymári vár szintvonalas képén pedig láthatják egy elképzelést, egy saját elképzelést, hogy minimum hány ház helyezkedhetett el, ennél több is elfért természetesen, de ismervén a települések belső szerkezetét, a széles és kisebb és nagyobb közösségi tereket, a széles és keskeny utcák méreteit, nem tartom valószínűleg, hogy 2, 4, 6, 16, köszönöm, 16, még 13, akkor jöttem, megszámoltam, Hány, tehát, hogy ennél több ház természetesen elférhetett, de nem tartom valószínűleg. A teli, a, a teli tégle alap alakúak azokat a pontokat mutatják, ahol Valkó, Endrődianna Dianna Feld István és saját ásatásaimból több, mint valószínűsíthető egy-egy eddig ismertetett szép ház állhatott. Tehát őket mondjuk így majd hogy nem biztosra, talán a méretük és az oszta, belső osztások nem egyértelmű, de az ő helyzetüket szinte biztosnak, biztosnak veszem én. A többi az csak, az csak feltételezés. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a, a, a Sojmári vár egy nagyon kellemes, nagyon csodálatos kis bronzkori közösséget tarthatott magában. Ismeretes, hogy a vatya kultúra egy olyan sajátos középső bronzkori kultúra, melynek jelentősebb stratégiai pontjain magaslati telepek erődített földvárai találhatók. A térképen is jól látható, soly már kulcsfontosságú elhelyezkedése. Ugye a legészakibb a bekeretezett 32-esről van szó. tehát mondhatjuk azt, hogy már ennek a kultúrának az északi kapuja volt. Hiszen ennél sokkal több lelőhelyet, tehát itt 53 magaslati telepet mutat csak a térkép, a vatyai lelőhelyek száma több, több mint 500, sőt talán már az ezer felé közelít. Tehát ez az 53 kiemelt helyzetű és kiemelt földvár valóban a társadalom speciális rétegét tartalmazhatta, és soj már egyik ezeknek. És van még egy, nem ismerünk Solymáról vatyai temetkezést, de gondoltam azért, bemutatom és elmondom önnek, remélhetőleg megtaláljuk. Általában minden, minden vatyai, nem csak tele, földvár és telep, amelynek ismerjük a temetőjét, minden esetben egy kis völgy elvál, minden esetben minden telepnek van egy temetője, amelyet egy kis völgy, természetes völgy, vagy vízzel, vagy víz nélkül, de mindenképpen egy természetes völgy eh, választja el az élők és a holtak pirodalmát, Családi, illetve amint a sárga és, 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 piros vonalak mutatják, családi és törzsi kis csoportokban, ilyen sűrű, e, sűrű csoportokban e, találhatók általában a vatyai kultúra e, temetkezései. Egy, egy ember, egy halott, egy urna hamvasztották a e, halotta 90 98 százalékát e, hanvasztatták, e, csontvázas is találhatunk, ők valamiért megkülönböztetett nem tudjuk, hogy pozitív vagy negatív, hiszen szinte semmilyen leletanyagot mellé nem te, ő melléjük nem tesznek, vagy nagyon keveset, nem tudjuk, hogy mi a megkülönböztetés oka a társadalomnak viszonylag kis e, számát, mint ahogy mondtam, néhány e, egyén találunk. Általában a hamvakat az urna aljára antropológiai sorrendben teszik, tehát a mágiát gyönyörűen a fekete faszénen kirajzolódik a, az el e, hamvat emberi maradványok fer, fehér hamú és megfehéredett csontformájában ezt antropológiai sorrendben teszik, tehát alulra a lábcsontokat, középre a medencéből és a csigolyákból maradtakat, és fél, fölül mindig koponya is, és fogmaradványokat találunk, és az urnába bele, szájába, illetve bele a különböző személyes tárgyakat, helyezik el nem csak kerámia edényeket, hanem, hanem a bronz, bronz, ékszereket is, és a tálat, illetve az urnát minden esetben lezárják egy tállal, illetve aztán enyhébb kőpakolással borítják, illetve jelzik, jelzik az utókor számára, hogy hol, hol lehetett. Teljesen úgy érzem egyértelmű, hogy a túlvilágban hittek, és őseiket tisztelték, hiszen a temetőben rendszeresen visszajártak folytatták a megkezdett törzsi és családi sírcsoportokat, illetve, hogy hittek a túlvilágban, az talán abból is lehető, hogyha megnézzük, egy vatyai, egy klasszikus vatyai urnasír magában tartalmaz mindent, amit egy embernek az életben és talán a túlvilágon is szüksége lehet. A nagy tárolóedényt, ami maga az urna, amiben tartjuk a gabonát, vagy a friss vizet, a kis bögrét, vagy bögréket, amiből iszunk, illetve a tálat, tálakat, amiben az ételt megfőzzük, illetve elfogyasztjuk. Tehát remélem minél előbb Solyváron is megtaláljuk a földárhoz tartozó temetőt. És akkor van egy tartozásom amikor Máriával telefonon beszéltem, és említette, hogy ó, hát ez, ez, egy nagyon különleges lelet, és akkor én mondtam, ó, ó, hát nem, annyira nem is különleges, hiszen ez a tárgy típus, fotóról, ugye én fotóról láttam a tárgyat, ez a tárgy típus, ez a Kossider, Kossider korszaktól Kelet-Magyarországon ismert, picit más formában, de végig, végig a bronzkor folyamán, a bronzkor végéig használatban volt. Hát aztán elkezdtem utána nézni, még csak a fotó alapján már kiderült számomra, hogy azért nem annyira egyértelmű itt a Kárpát-medence belső területén, nem igazán találunk pontos párhuzamát, hiszen a Kosszider korszakban, amikor ezek először feltűnnek, megjelennek, sokkal kisebbek kevesebb a spirál rajtuk, sokkal vékonyabb bronzból vannak, sőt, ami nagyon érdekes, az összes többi példány, és a későbbi korok többi példánya is, amelyek esetleg sok-sok tekercsből, tekercsből állnak, mind jóval vékonyabb, és általában négy szöglet átmérőjűek ezek a huzalok, amelyet, amelyet megcsináltak, némelyek még diszítettek is. Ezek viszont, én most megengedtem, Mária, nagyon szépen köszönöm, megfogtam, masszív, vastag, és Hatalmasak. Tehát elnézést, hogy így mondom, őrült nagyok, meglepődtem, mint e, ugye kiderült 3-3 méter, e, 3-3 kiló e, súlyúak egy, e, egyenként. E, használatok és mondjuk így a típus kifejlesztése a középső bronzkorban kezdett, de ő maga biztos, hogy már késő bronzkori tulajdonosa lehetett. És Mária megkérdezte tőlem, hogy a szakirodalom azt mondja, ma már azért egy pár szó kiderült, hogy a szakirodalomnak nem mindig van igaza, hogy láb, illetve kartekercsnek nekem említik. Én nagyon örülök, Mária bevallotta, hogy gyerek és különböző korú és méretű ember megpróbálta föltenni ezeket a lábra, nem megy át a bokán, vagy a sarkon, tehát nem lehetnek lábvértek, hogy úgy mondjam. Mindenképpen páncél darabok lehet, lehetnek páncéldarabok, tehát a felső karra fölvíve a vállat, és, és úgy beállítva itt a, a vál fölött, a váll és a koponya közötti részt védhette, ha egyáltalán valaki tudott így, így vívni, hiszen ez az a kor, a bronzkor, második, illetve később bronzkor, amikor ez használatban volt, amikor, majd még ejtek is óla szót, a, harc, a kicsit fellendült, hogy így, így finoman fejezem ki magam, de ugyanakkor elképzelhető ö, ö, a vért mellett, illetve, illetve harci diszmenet főnöki elmény, ekkora súlyjal, ekkora, ekkora e, mérettel nem valószínű, hogy nagyon sokat tudott volna benne pompázni, úgyhogy én talán a harmadik... E, variációt a, főnöki erő és gazdasági és politikai erő demonstrálása mellett tezeurálásra is használhatták. Tehát simán az egykori arany, illetve a mostani modern aranyrögök helyett ők ilyen csodálatos, nehezen mozdítható, de azért alkalmanként akár még büszkeséggel hordható tárgyakat, de valószínűleg nézem, hogy elcsípette vagy letört alapanyagnak is, tehát kincs alapanyagnak. Ő valóban kincs, tehát őt, őt valóban. És hogy amikor én mondtam, hogy nagyon könnyű megtalálni a pontos, korbeli, mert ugye Mária említette a különböző térben és időben szertágazó párhuzamat, de hát én régész révén azért én nagyon, nagyon szeretnék ragaszkodni a pontos, teljesen pontos méretben, korban, anyagában, mindenben megfelelő párhuzamát ennek megtaláljuk, és eddig nagyon kevés időm volt a szakirodalmat átlapozni, de úgy tűnik, hogy Erdélyben találhatók még a késő bronzkori leletanyagokból nagyon kevés egy-két ilyen, ilyen hatalmas csodás bronz. Úgyhogy Soly már valóban, ahogy eddig is gondoltuk, vagy legalábbis én remélem, hogy átjött, én mindenképpen úgy gondolom, hogy egy nagyon, nagyon kulcspozíciójú, kulcsfontosságú helyen, területen fekszik el, és én azt hiszem, hogy ez a lelet is tökéletesen mutatja. És akkor már csak még egy pici, pici türelmet kérek önöktől. Krisztus előtt 1300 körül az úgynevezett halomsírus kultúra megjelenésével kezd felborulni a kora és középső bronzkor alatt kifejlődött kulturális, gazdasági és politikai berendezkedés, mely először csupán a kerámia hagyomány szinte láthatatlan változásával indul a vatyai kultúra utolsó időszakában. De később felbomlanak a társadalmi tradíciók, ugyanakkor a települések elhelyezkedése az addigi stratégiai pontokról eltűnnek, és a folyó patakmedrek közelébe települnek át, illetve ott hoznak létre újabb telepeket ennek az átmeneti 200 éves időszaknak a végén az, az úgynevezett urna, urnamezős kultúra, vagy urna síros kultúra népe idejére kialakul a teljesen biztosan új település hálózat, mely tulajdonképpen alapját fogja képezni a hasnat és majd a kelta település hálózatnak is. Ez, az alapvetően két típus, ez alapvetően két település típusra épül. Az egyik a síkvidéki falusias életmódot mutató nagy, eh, nagy területen elfekvő falvak, a másik a hegyvidéki erődített várak. A sojmári eh, várdombnál jóval magasabban fekvő, többnyire hegytetőkön helyezték el ezeket. Ez a stratégiai pontok közötti különbség nagyon jól mutatja a két korszak közötti technikai, technológiai különbséget, mely természetesen társadalmi különbségeket is takar. A késő bronzkorra a fegyverek tömegesen megjelennek a régészeti leletanyagban. Ekkorra a korábban már létező kereskedelmi útvonalak szinte strádává változnak, és a fémművességhez, a bronz és egyéb kereskedelemhez köthető áruk cseréje, szállítása, annak mennyisége soha annak előtte nem ismert méreteket ölt. Éppen ezért a késő bronzkori várak már szinte kis túlzással katonai bázisoknak, katonai erődítéseknek, erődöknek számítanak. Sojmár eh, környezetéből a 2004-es és 2005-ös osáni ásatás a folyók élővizek partjaihoz közeli nagy területeken előkerülő, különböző méretű házakból álló erődítés nélküli, valószínűleg főként mezőgazdasággal és állattartással foglalkozó település nyomait tárták fel. A képen sajnos nem ennek a rekonstrukciója látszik, hanem egy nagyon hasonló elhelyezkedésű később bronzkori falué a Duna túlpartjáról. A látható edények szintén nem a Solymáriak. Csak azért mutatom be őket, mert jól látszanak a fémedényeket utánozó úgynevezett sikkozott peremek, középen a tálon, illetve a kanelúrázás, az edények oldalán és vállán látható függőleges, függőleges kis csatornákat hívják kanelúráknak. A Telepeink és temetőink nagy részéből csak az edények kerülnek elő. De egy-két szerencsés fémedény leletből tudjuk, hogy ezek a kerámia díszítések valójában nem elsősorban a kerámia díszítését szolgálják, hanem inkább mutatják azt, amihez hasonlítani szeretnének, azaz a fémedényeket. Ez az az apró mozdanat is talán mindennél jobban mutatja az ekkora, már jelentősen kialakult társadalmi különbségeket ezek a leletek elmondják, hogy vannak olyanok, akik rendszeresen megengedhetik maguknak, hogy fém edényekből lakmározzanak, lakmározhassanak. A szépet, a divatot, a gazdagságot és az azzal járó hatalmat mindig mindenkor embere szerette utánozni. Kicsit a magáévá tenni az utánzatok készítésével és használatával. Gondoljunk csak a Gucci vagy az adidaszi másolatokra. Sojmáron az osán alatti terület mentése igen szerencsésnek bizonyult, hiszen nem csupán a késő bronzkori urnamezős kultúra népének faluját sikerült feltárniuk, hanem ennek az egykori falu lakossága által használt temetőt is. Nagyon érdekes megfigyelés, hogy a mintegy 210 sír két egymástól jól elválasztható temetőhöz tartozott. Úgy tűnik, hogy e, úgy tűnik, hogy azt letelepült családok a falu mögötti domboldalon kezdték el halottaikat temetni. Ebbe a temetőben mintegy száz urna sírt tártak fel a kollégák. A halottakat mágián elégették, majd a hanvakat kifejezetten erre az alkalomra készített halotti urnákba helyezték el. Ezek már a solymári leletanyagok. Sok esetben az urnán kívül tálak, csuprok, bögrék, csészék és egyéb személyes tárgyak is kerültek a sírokba. Mint például kis kocsi agyagmodell, a képen középen látható kereke, amely esetlegesen egy gyermek kedvenc játékához is tartozhatott. A másik temető, 200, 110 sírral a falu és az első temető közötti területen helyezkedik el. Úgy tűnik, hogy amikor az első temető, száma, az első temető a számukra és, általuk valamilyen módon kijelölt terület betelt, őseik sírjait nem bolygatták, hanem egy új helyet jelöltek ki az új temető számára, és azt kezdték el használni. És ide is temetkeztek a település későbbi időszakában. Szeretnék egy mondatot fel, ö, felolvasni az Ásató Régész Maróti jelentéséből. Az elhamvasztott maradványokat tartalmazó edényekben, illetve mellettük sok esetben kerülnek elő a viselethez tartozó bronz tárgyak. Hosszú tűk, kis gomszerű pitykék, spirálisan feltekert ö, húzalból készített karikák, gyűrűk és gyűrűk, húzalkarperecek, csüngők és lemez, lemezes díszítmények. A fémeket valószínűleg nem égették el a halottal, hanem a hamvakat, maradványokkal együtt utólag helyezték az edénybe. A település, illetve a két temető teljes területét nem tudtuk feltárni, így pontos méreteik nem adhatók még meg. Idézet vége. Összegezve az eddigieket, annyi minden esetre elmondható, hogy a Vörösvári völgy és az Aranyhegyi Árok nem csak egy csodálatos hely, hanem a középső bronzkor virágkorától bekapcsolódott a bronzkori Kárpát-medence gaz, élénk gazdasági és politikai vérkeringésébe, amelyet a késő bronzkor végéig szintén képviselt. Nagyon szépen köszönöm a türelmüket és a figyelmüket is.